A gímszarvasok párzási időszakát a dámszarvasok barcogása követi, ami a vadászok szempontjából is kiemelten fontos időszak. Szeptember a szarvasbőgés, és ezen már most nagyjából túl vagyunk, és hál' Istennek nem panaszkodhat a megyénk, nem esik sok szarvasunk, különösen a Dunántúlhoz képest nem, viszont a minőség az kiemelkedő, és egészen kiváló érmes arányunk, és nagyon nagy súlyú és szép bikákat lőttek itt szeptemberbe. Na de hát jön az október, ami legalább ennyire izgalmas, hiszen dámszarvasból is igen szép állománnyal rendelkezik a megye, és októberben a dámszarvasnak kezdődik a barcogása, ami szintén ugye a vadászias neve a dámszarvas szaporodásának. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 1999 és 2022 között 7405 őz, szarvas, muflon és vaddisznó pusztult el az országutakon. Ilyenkor a bőgés idején valóban többet mozog a vad. Igaz, hogy egy jól behatárolt területen belül, hiszen ugye a bőgőhely, az etetőhely, itatóhely és a dagonya között mozognak, de hogyha ezt a útvonalat keresztezi egy út, egy műút, akkor bizony ezen napi rendszerességgel a bőgés ide alatt megjelenhet a szarvas, míg egyébként az év többi szakaszában esetleges ez a megjelenés, hiszen akkor nem ennyire zárt, nem ennyire kötött a hely, ahol a szarvas mozog. Ilyenkor jobban kell figyelni, és hogyha már ugye átment előttünk egy szarvas, akkor számolni kell a többire is, hiszen ugye nem magában mozog ilyenkor a szarvas. Maguk a tehenek ugye tehéncsapatokban vannak, ami nyilván több állatot számlál, és ehhez tartozik legalább egy bika, vagy ha van egy-két mellékbika, keresőbika, akkor akár több bika is, tehát ilyenkor különösen figyelni kell erre a közlekedőknek, autóvezetőknek is. Két évtized alatt több mint kétszeresére növekedett az elütött vadak száma. A baleset során elgázolt vadak több mint 78%-a őz, összesen 5799 állat. A második leggyakoribb a gímszarvas. Jellemzően megyénkben 5-600 nagyvadat ütnek el évente, ez az ősztől felfele, tehát ősz, szarvas, vaddisznó, ez a jellemző szám. Ennek jelentős része nem igényel rendőri közreműködést, egy olyan 200-220 eset van évente, ahol a rendőrt is kihívják, mert olyan nagy az anyagi kár, vagy esetleg személyi sérülés is történt. Én minden esetben azt javaslom, hogy ha már egyszer kár érte az autót, már pedig egy szarvasnál, ami ugye lehet élő súlyba, akár 2,5 mázsa is, ott azért többnyire éri valamiféle kár az autót, hívjuk ki a rendőrt, hiszen majd a biztosító az ő helyszínelési jegyzőkönyvük alapján tudja nekünk fizetni a kárt. Azt tudni kell, hogy tavaly évben változott a jogszabály, és mind a két félnek viselni kell a saját kárt ilyen esetben, tehát nem vonható felelősségre automatikusan a vadásztársaság, hiába ő gazdálkodik a vaddal. A szakember felhívta a figyelmet az autókra rögzíthető különböző vadriasztókra, valamint egy új pályázati lehetőségre. Ennek keretében vadásztársaságok olyan fényvisszaverő prizmákra nyerhetnek támogatást, amelyeket az országút mentén található oszlopokra lehet felfüggeszteni.